Szevasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Egy kis halloweeni ökörködés fog következni. Nem különösebben hosszan, ugyanis hát ma hosszú nap volt, meg a holnap is hosszú lesz, bármennyire furcsa. Itt a Halloween környéke nem munkaszüneti nap, úgyhogy ma is rendes munkanap volt, meg holnap is rendes munkanap lesz, és hát egy eléggé komplex dolgot csinál. Most tudom, a kifogások mennek, de mindegy, itt vagyok, egy kicsit hülyéskedünk, ahogy ígértem, spooky játék lesz, mégpedig a vizázs. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, valószínű végigjátszani nem fogjuk, mert ennyi adat biztos nem, az, hogy elővesszük-e még valamikor, azt nem tudom, az ilyen nagyon ijesztős játékokkal amúgy, hát nem nagyon vagyok kibékülve, hát meglátjuk, hogy ez milyen lesz. Állítólag nem rossz, de majd kiderül. Na, szép estét, Sedit Adri, köszönöm a beköszönő százast, szép estét kívánok. Kijavítottam a botba a hibát. Stopsoros, hello. Szép estét kívánok, igen, már nagyon pos vagyok, így a Fontnamen Mason teával. Hát faradjunk annyiba, hogy azért olyan sűrű nem fogyasztjuk, de hát azért na, egy-egy jó tea, ha már itt van az ember, akkor azért miért is ne. Oké. Nevermind, szia neked is, szép estét. Stopsoros, nagyon szépen köszönöm a subgiftet Nevermindnak. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt belekezdek, lenne egy javaslat, 1000 csatornaponttér redeemelt egy perc Fluffy Animal Compilation videónézés. Hát nem tudom. Valami kis cicás, vagy kiskutyás, vagy borz, vagy mosómedve, vagy valami, nem tudom. Végig gondoljuk. Jó. Mobászia. Hát igen, még már redeemelted a programozás feladatot, de még nem küldted. Hát én várom, én nagyon szívesen, valószínű lesz amúgy programozás, csak a főnökkel kell beszélnem, mert amúgy most is, amit csinálok, szerintem érdekes lehet úgy mindenkinek, csak tényleg meg kell beszélnem vele, hogy elvileg open source a cucc, szóval miért is ne streamelhetném, de azért nyilván kell az ő áldása is, de na mindegy. Oké, és tehát kompenzáljuk a jumpscare-eket, legyen Fluffy Animal Compilation videó. Uh-huh. Hát igen, Nevermind, ez is egy érdekes lehet, ez a Free Overtime, vagy After Hours Twitch-en. Mindenkinek jó. Hát, hogy nekem mennyire, az persze más kérdés, de na mindegy. Na, én azt mondom, hogy kezdjünk bele, Kambli, szép estét kívánok neked is. Nézzük meg ezt a játékot. Oké, átállítottam magyarra. Nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet. Így ránézésre lehet, hogy Google Translate, de nem tudom. Tehát ez, hogy folytatni, ez már egy olyan, hogy... Na mindegy, kezdjük el, azt meglátjuk. A vizás nehéz játék. És sok szerencsét kíván. Na jó, lássuk. Tompa sírás hallatszik. Hát a felirat nem valami nagy. Ez egy pisztoly. Closed captioning, igen.
Nem én voltam a játékén. Ó, sejtedre látom, oké. Okay. Nem tudom, mikor lesz, de... Jó, kezdődik. Igen, nem, utána gondolkodtam, hogy lehet, hogy... Lehet, hogy a tegeket kik... Ki kellett volna cserélni. Oké. Okay. Tehát ott, itt valaki kiirtotta a saját családját, gondolom, vagy valami ilyesmi. Remek. De minket ez nem érdekel. Megyünk tovább. Oké. Okay. Jó. Na, és akkor itt vagyunk. Valahol. Hát nézzünk szét. Csörög a telefon. Everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. 3 hete nem láttak minket a házon kívül. És aggódik. Tehát 3 hete itt vagyunk. Valami mozgást hallok. De az lehet, hogy csak én hallom. Aj, be lehet sötét. Jó. Azt írta az elején, hogy nagyon nézzünk szét. Oh. Oké. Okay. Jó, új lenyomatos. Oké. Okay. Ezeket be is csukom szerintem, mert nagyon creepy így nyitva. Na. Oké. Okay. Miért kell nekem ezzel játszani? Hát ez az, pedig kéne egy jó data structures in Java. Az mindenképp örülnék neki. De jó 1500 oldalas. Silent Hill jobb lett volna.
Nem tudom. Oké. Nem látszódunk a tükörbe. Ez gyanús. Józanság. A karakter józansága kihatása van a játékmenetre, ha túl sokáig tartózkodsz a sötétben, csökken a karaktered józansága, valamint bizonyos dolgokat meg is változtat. A karakter józanságát a képernyő bal alsó sarkában egy ikon jelzi. Akkor lehet, hogy rossz oldalon vagyok a streamen. Ha az agy tisztán látható, a karakter józansága veszélyesen alacsony szintre csökkent, és emiatt veszélyes események fognak történni. A vörös felhőikon akkor jelenik meg, ha stresszes helyzetbe került, mert csökkenti a karakter józanság. Jó. Tehát ha sötétbe vagyunk, akkor... Fasza. Paranormális események. Kiégett az izzó. A villany kérte rössz, de kicserélt egy másikra. Jó. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us and we're gonna have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. And his whole family. És akkor itt van nálunk a villanykörte. És akkor most, ha ide jön, ki tudjuk cserélni. Nem hiába vagyok mérnök. Jó, nézem itt a képeket. Itt a kis család. Hány mérnök kell egy villanykörte kicseréléséhez? Oké, arra még nem tudunk menni. Itt egy kulcs. Új fejezet kezdődik, még nem kezdünk új fejezetet. És itt az utca. Jó, van, esik az eső. Lehet, hogy ők is itt vannak a környéken. Aha, itt a villanyt azért főkapcsoljuk. Bocsánat. Looking for the garage key. It's probably in your jeans pockets in the laundry room. Aha, tehát a garázs kulcsot keresjük, akkor a szennyesbe van a farmering zsebébe. Kétfajta táj létezik, fontos és dinamikus. Ja, jó, oké, jó. És akkor itt tudom megnyitni a... Jó, ezt eltesszük. Ja. Oké. Na, akkor fölmegyünk. Dynamic Object C-sárban is van. Igen. A karakter amúgy nem halad túl gyorsan, azt meg kell jegyezni.
Ez itt mi a jó Isten? Előre haladási szoba. Aha. Tehát ilyen összegyűjtött tárgyakat lehet ide behozni. Vagy ide kerülnek. Hát... nincs rajta semmi. Oké. Okay. Igen, még itt is programozni kell, ja. Jó, hát amit az ember szeret csinálni, az... az a nincs baj. Jó, itt nincs villany. Vagy kiégett a körte. Na jó, whatever, menjünk tovább. Jó, ide nem tudunk visszajönni. Jó, hát itt szerintem körbenéztünk, amit kell, talán. Milyen érdekesek ezek a madarak. Jó, még itt van egy fotó. Oké. Ezeket a leveleket nem tudjuk megnézni. Dwayne Anderson. Ez zárva van. Látok, már lekapcsolom a villanyt. Akkor se álltam magam a tükörbe. Nem. Na jó. Oké, arra van a garázs. Ez is zárva van. Igen, itt föl tudunk megmenni. Akkor itt lesz a fürdőszoba. Ja, igen, itt a fürdőszoba. Fú, basszus. Jó, bocsmány ez a budi. Ah, ide gyertyákat lehet hozni. Oké. Okay. Ez a tükör is össze van, izéve. Ja, ezt ki tudom nyitni. Na várjatok, így. Semmi különös, ilyen gyógyszerek. Fogkrém. Oké, kinyitjuk ezt is. Törölközők, budihenger, semmi különös. Itt is ugyanez a cucc. Ez fülpiszkáló, vagy fültisztító. Jó. Oké, nem volt mögötte senki. Ennek nagyon örülök. Aha. Ezt az ajtót ki lehet nyitni. És közben már mögöttem megjelent a folt. Várjátok, már lehet, hogy átrakom magam egy kicsit arrébb. Csak hogy így lássátok mögöttem a foltot. Valami történt. Én kapcsoltam le a villanyt. Oh shit.
várjatok egy kicsit. Nem látom a villanykapcsolót. Ez szomorú amúgy. Őszintén szóval semmit nem látok. De valahol itt volt. Ah, oké, megvan. Hú, jó. A húzat becsapta az ajtót. Ezt még megnézem, hogy itt mi van. Jó, ez a hálószoba. Jó, nagy rendetlenség van itt, az a helyzet. Itt is sötét van. Látszik az agy. Jó, ide jövök a fényre, itt akkor rendben vagyunk. Hát, így sincs C++ könyv. Szomorú. Aha, és itt van egy kis gardrob. Oké. Ah, még nem vesszük fel. Oké. Hát, nagyon sötét ez a hálószoba olyan. Az mi volt? Te kapcsoltad le a villanyt? Nem van húzva a függő. Ez zárva van. Oké. Nem faragtam tököt végül. Hello Mark Boy, szia-szia. Jól emlékszem, te kérted ezt a játékot? Talán te redeemelted. Igen. Ó, és Márboly, köszönöm szépen a 23 hónapot. Köszi szépen, hogy ilyen régóta. Nagyon szépen köszönöm. De most itt... Jó. Hol a szennyes és hol a farmerünk? Ez a kérdés. Lehet, hogy ez nem itt van amúgy. Nem itt van. Hát a Twitch az ilyen szelektíven küldi az értesítést. Konyhába is szoktam poj... Jó, és hol a konyha? Hát nem erre.
Hát nekem mondott Donát, én is szívesen nézném, hogy valaki megijed, meg ilyenek. Annyira nem mókás. Na mindegy, eteszik a kulcsot. Nem tudom, milyen kulcs ez. Dolores fejezete. Van pince nevőrmány, csak be van zárva. Ez zárva. Ne szopassatok már. Na bocsánat, hogy ilyen vulgáris vagyok, de... Mi történik? Ezek itt is itt voltak? Eddig is itt volt? Miért nem jöttem el erre? Akkor nem. Itt sincs villany. Jó, ez a egyik gyereknek, hát gondolom a kislánynak a szobája. Ó, itt is van gardrob. Menő. Húzni. És van még egy gardrob. Az egész menő. Jó, hát itt a gyerekszoba. Mindenféle Creepy plusz játék. Oké. Jó, hát itt én más nem nagyon látok. Ide is lehet gyertyákat rakni. Ó. Lehet, hogy ezt kéne gyűjtögetni amúgy. Mert itt valaki nagyon vagányan kapcsolgatja a villanyokat. Jó, akkor keresünk gyertyákat így menet közbe. És azokat eltesszük. Itt mi van? Ruhák. Így van. Na még egyszer megpróbálunk ide bejönni. Villanykapcsoló. Ez az. Oké. Hát ez ilyen dolgozószobának tűnik. Elég vagány egy ilyen. Ja. Valami újság. Itt ez a szék egy kicsit véres. Bele lehet ülni, nagyon jó. És akkor itt lehet ücsörögni. Aha, itt a világtérkép.
valakit visszavonult, meg ilyenek. Oké. Okay. Csatornapontét lehetne ijesztő hang is. Igen. Lehetne. Itt egy szép. Gondolom kulcs kell hozzá. Jó. Ó, és itt ez az alsó szint. Jó, ez meg egy függöny. Jó, hát ez egy ilyen kis dolgozó szoba, nem is olyan kicsi. Meg ilyen kis tárgyaló. Ja, a csatornapont egy jumpscare, nagyon örülnék neki. Jó. Arra el lehetett menni. Én már teljesen hülye vagyok. Én nem is emlékszem, hogy erre volt folyosó. Meg ez a nagypapa óra. Oké, itt a nappali. Csak be kell menni. Majd megjelenik Vecna. Mert ez másik játék, igen. Egy másik film. Oké, ez... talán a másik gyerek szobája. Még ha csak Vecna jelenne meg mi? Hát igen. Ezt nem látok semmit, úgyhogy ide kéne izzó. Nem tudom, mi kéne, de... Azt ki lehet szedni. Vagy nem tudom, hogyha lenne nál... Jó, hát jöjjünk be. Nézzünk szét, amennyire lehet. Oké, itt is egy szekrény. Mondom, ez a fiúnak a szobája lehet. Gondolom én. Az a baj, hogy ezt itt nem látom, hogy micsoda. Így meg lehet nézni, de... Nem látom. Sötét van nagyon. Ez itt egy ajtó. Ó, a fürdőszobába. Megint el van húzva ez az. Jó. Oké, és akkor itt körbe tudunk jönni. Hát de föl lehet venni. Nem csak megnézni lehet. Megvizsgálás abba, hogy elolvas. A szomszédok. Folytatásos teleregény. Ó. De az a baj, hogy tényleg nem látok semmit. Nem lehet fölvenni.
Vagy... lehet, hogy így... Így már látni fogom. Hát... Az azért túlzás. Hát én nem látom, hogy mi történik. Taki bácsi poszter. Na jó. Tényleg nem látni. Jó, hát különösebben itt se látok semmit. Úgyhogy akkor menjünk tovább. Csak hova? Mert erre voltunk. Hát itt mondta, hogy ez Dolores fejezete. Dolores? Már elfelejtettem, hogy hívják. Lehet, hogy nem Dolores, de... Lehet, hogy akkor vele kéne valamit csinálni. Kis fajáték. Mr. Cat. Okay, itt se volt semmi. Itt is a gyertyák. Úgy, és ide át lehet jönni a hálóba. Na, milyen érdekes. Nem maradjon sokáig a sötétbe. Ó, gyógyszeres tabletták. Hozzájárulnak a karakter józanságához. Oké. Hát tegyük el akkor, nem? Vagy nem tudjuk? Csak így vinni tudjuk magunkkal? Az itt van gyógyszer, valaki itt azért szedi. Elég rendesen. Oké, ez mi? Öngyújtó. Fényforrás. Oké. Az is jó. És akkor egyik kezünkbe ez van, a másik kezünkbe az. Ha. Ezzel be tudunk dobni egy gyógyszert. Jó, értem. Jó, most bedobtunk egyet. Csak azért, amihez tartás véget. Oké. Jó. Akit megint kapcsolhatja a villanyt. Aha, itt is van gyógyszer. Itt a gyertya. Jó, jó. És ezt nem lehet... De, el lehet tenni. Nagyon jó. Fiókokban semmi nincs. Ezt is el lehet tenni. Ja jó, akkor csak így a kezünkben van, hogy... Ha netán ránk jön az idegállapot, akkor be tudjunk dobni egy-egy gyorsan. Oké. Okay. Remek. Na, hova tegyünk gyertyát? Mint hogyha... Egyelőre bárhol is szükséges lenne.
És akkor hogy lehet letenni? Így. Oké, és akkor így pedig. Oké. Na, most már ezt is tudjuk. Nagyon jó. Sarah and Dad. Egy kis maci, nagy maci. Jó. Hát ide letettünk egy gyertyát, nem hiszem, hogy különösebben sok értelme volt. De mindegy, most már ott van. Nem is tudom, mit lehet még itt csinálni. Itt is akkor gyógyszer. Ezt is eltesszük. Ide nem tudom, hogy lehet-e valahova gyertyát tenni. Mondjuk most pont nincs nálunk gyertya, de... Nem tudom, mit lehetne csinálni. Hát mindegy, nézelődjünk. Menjünk le. Nem tudom, hogy ez a kulcs hova való. Lehet, hogy a szép. Hát csak nem a szépbe. Ugye felvettünk egy kulcsot. Meglepődnék, ha a széphez jó, lenne jó. És az nem is erre volt. Nem. Gyújtsam fel a házat. Hát, az se egy rossz ötlet. Kabátok. Jó. Ez is zárva van. Miért van minden így letakarva? Ez az ajtó meg beragadt. Egy kulcs egy kisméretű tükörrel, akkor hát olyanunk van. Akkor ez nyitja ezt is. Ah, és akkor el is tűnt a kulcs. Ez meg a folyosó. Így van. Nézzünk még itt szét. Már itt nem igazán van semmi. Ide is lehet gyertyát hozni. Ez akkor beragadt. Ja, az a macskás óra, ez tényleg nagyon menő. Oké. Okay.
Tele vannak a kezeid. És hogy kell? Jó, de... Semmit nem tudunk csinálni. Nem tudom, akkor miért villog. Na mindegy. Mindig rámogatják a villanyt. Mint régen a diszkóban. És van valami, hogy ez egy szekrény, vagy... Hát annak tűnik. Na jó, innen gyertyát nem lehet vinni. Nem. Jó. Oké. Ide nem lehet bemenni. Ezt ugye kinyitottuk. Igen, valószínű, amit leraktam, azt el lehetne hozni. Csak még egyre nem tudom, hogy hova rakjuk. Garázs, szoba, kulcs. Hát, így nyomozni kéne, hogy mi történt, mi történik. Ez beragadt. Tudnánk magunkra vinni izzót is. Ez alaksori kulcs kell. Itt a fiókokban nincs semmi. Hát nem tudom, akkor lehet, hogy itt a földszinten már nincs mit néznünk. Tehát nem nagyon van itt teendő. Nem nagyon van itt teendő. Akkor ezt el lehet hozni. Aha, és akkor most... hogy lehet eltenni? Nem tudom, mi történik. Jó, és akkor ezt hozom nekem magammal? De akkor ide teszem. És akkor itt lesz, csak ne felejtsük el. Azt hittem el lehet valahogy tenni. Nem nagyon sikerült.
Jó, na hát akkor nézzünk szét még egyszer ebbe a szobába. Hát, ha kihagytunk valamit. Jó, hát itt nincs semmi. Itt vannak ilyen rajzok, könyvek. Itt egy maci. Rák. Itt is egy plüss figura. Ezt a rajzokat megnéztük. Fiókokban nem volt semmi. Itt is itt van valami játék. Oké. Itt a gardróbban sincs semmi. Ez a kis fajáték volt itt. Jó, hát sehol semmi igazából. Jövünk tovább. Fogalmam sincs. Itt beakadt az öngyújtó. Ó, Enélkrád, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek. Köszönöm szépen a támogatást. Enélkrád. Enélkrád. Remélem jól mondom, elnézést, hogyha nem. És javíts ki bátran. Köszi szépen. Oké. Na hát, hogy hozzuk be ide a gyertyát, gyújtsuk meg, nézzük meg, hogy mi történik. Na. Nem történik semmi. Kigondoltam volna. Itt hagyjuk. Valaki megint lekapcsolta itt a villanyt. De itt valamilyen nem kezd el a Insanity. Mondom, azért, mert be van, tehát bevilágít az utcáról a fény. Ah, ott van egy villanykörte. Ja, nem, be lehet kapcsolni, oké. Mondom, jó, nyilván akkor van is benne egy villanykörte. Ó, itt is van. Head clear. Fast relief. Gyógyszert felvesszük. Ezen furcsa, hogy a kezünkbe tartja. Nem értem. Na mindegy. Fiókokba semmi. Érdekes kép. Táska. Itt egy táska. Jó, de nem tudunk valamit csinálni. Mondjuk belenézni. Jó,
Jó, hát akkor itt a hálóban sincs semmi, ezek szerint. Hát itt még vannak fiókok. Üresek. The thief of my life. Oh. Egy kis rásegítés a fájdalomcsillapítóra. Nincsen semmi. Itt nagyon sok izzó van egy helyem. Lehet, hogy egyet el kéne vinni. Erre bevesz egy gyógyszert. Nem, ebből akkor nem lehet kivenni az izzót. Gondolom akkor csak megjavítani lehet, ha tönkre megy. Gondolom. Jó, menjünk tovább. Ha nagyon nem történik semmi, akkor lehet, hogy beállunk majd a sötétbe egyszer. Ezt is le lehet kapcsolni. Picikáljak hozzá letakart tükörhöz. Van letakart tükör. Nem is figyeltem, hogy ez le van takarva. Vagy melyik van letakarva? Ja, tükrös ajtós szoba. Ah. Az lent van a földszinten. De... ezekkel nem nagyon tudok mit csinálni. Oh. Valaki ellopta a tükröt. Kiment az ajtón? Akkor be kellett volna elcsukni, passz. Bocsánat. De hova ment? Ez én voltam. Bement oda. Az ott mi volt? Ott volt valami. Ez az, ami innen a nagypapa órától látszik, föntről. Nem maradjak túl sokáig a sötétben, de hát a sötét van. Fölkapcsolok minden villanyt.
Most még fölment oda a tükör. De csodálatos mintája van ennek a fotelnek. Jesus Christ? Az olyan, mintha Mel Gibson lenne. Oh, itt egy gyertya. Na, most elrakta az inventoriba. Meg a bögrét is. Meg a poharat, mindent elrakunk most már. Oké. Itt is vannak ilyen családi képek. Ilyen kis fajátékok. Jaj. Ezeket nem lehet kinyitni. TV-t kikapcsolom. Ez itt egy... Jó, várjatok! Itt egy VHS lejátszó. Képes videókazettákat beolvasni. Beolvasni, érted? Beolvasni. Jó. Ha találunk videókazit, akkor majd ide hozzuk. Családi honpornó. Vagy mi... Na, semmi ilyesmi. Oké, menjünk tovább. Ide nem tudok bemenni, mert valaki ide rakta a kredencet. Az az étkezőnek tűnik. Hát igen, ez meg egy ilyen lomos. Ne tudjátok meg, mennyi dobozt dobtam ki így a... Hát, mikor olyan 2-3 hete. Külön ember kellett hívni, aki elviszi. Így a költözés meg a bútorvásárlás után. Ilyen embermagasságú dobozhalom volt. Ez ki volt? Persze, hogy pislákol ez a lámpa. Hát, hogy ne pislákolna. Hello? Mr. Tükör? A hintaszék. Egy szobát mutat a házban. De melyik szoba ez? Hintaszékre nem emlékszem. Nem érem el a fogantyút. Hát ilyen ritkán történik velem azért. És mi, hozzak egy sámlit? Hintaszékre én nem emlékszem. Lehet még nem voltunk abban a szobában, ahol a hintaszék van, persze. Na, kéne valami... amire ráállok. Ezt a széket nem tudom oda gurítani. Csak a Mikulás lehet a padláson. Így van.
Ki más? Hát, vagy nem sámlik én, amire fölállok, hanem valami, amire le tudom húzni azt a fogantyút. Itt van egy lámpa, ezt jó tudni. De nincs nem semmi, amit tudnánk használni. Hát, ha erre lent van valami. De mondom, nem emlékszem arra a szobára, amiben a hintaszék van. Van valami papír. Ó, egy fotó. Hát ugye meg valami felirat. 6 FPI. Nem tudom. Mindegy. Ide tudunk gyertyát tenni. Ó, itt egy kulcs. Alaksor. Hogy elmentünk emellett? Ez meg egy váza. Nincs benne semmi. Jó. Akkor le tudunk menni az alaksorba. Kérdés, hogy menjünk el-e. Melyik volt az alaksor? Ez, ugye? Lehet, hogy nem. De, alaksori kulcs. Jó, kinyílt. És akkor bejövünk. Itt egy másik öngyújtó. Nem akarok lemenni. Ne, nem. Én sem akarok lemenni. A konyha. És az étkező. Hát ide lenne már mosogatni. Jó, teflonedény. Narancsos szappan. A teák. Mentolos csoki ízű tea. Párizsi ízű tea. English breakfast, tessék. Jéges tea. Igen. Hú, ezt nem is látom. Hogy leakadtam a teánál. Jaj, olyan nagyon jó kis teatartók. Pumpkin spice, tessék. Lehet inni pumpkin spice lattét. Úgyis alkalom van. Chinese flower. Kínai virág, zöldte a... Jó, na. Leakadtam a teáknál, elnézést.
kéne lenni egy villanykapcsolónak? Nagyon sötét van itt. Hát sokkal jobb nem lett. Na nézzünk itt szét. A rezsó. Ez a bögre üres. Milyen szomorú. Egy szomorú bögre. Cornflakes. De legalább teljes kiölésű. Jódozott só. Cracker. De mitől csak a bögrébe? Lehet nem kell semmit. Itt egy mikró. Még tudnánk teát főzni. Hát ez nem működik szerintem. Oké. Hát itt tényleg elég nagy. A dinamikus leltár megtelt. Ó, mert akkor ezeket föl tudnám venni. Oké. Na várjatok. Nem furcsa. Jó, ez mi? Ezt megnézzük. Valami szesznek tűnik. De üres. Jó, menjünk tovább. Hűtőt nem tudjuk. Nem tudjuk kinyitni. Fagyót igen. Hát nem nagyon van benne semmi. Oké. Mézes mustár. Na hát menjünk így tovább. És akkor nézzük meg, hogy erre mi van. Hát ez az óra, ez nem nagyon halad. Ó, itt van a... Ahogy nőttek a gyerekek. Igen, itt azért volt iddogálás. Nem is kevés. Meg cigaretta. Ugye csak így meggyújtotta és hagyta elégni. Hmm.
Ezt arrébb lehetne tolni. Ez itt nagyon rossz helyen van. És akkor most már ezt ki tudjuk nyitni. Egy shortcut. Jó. Hát lassan körbejárjuk a házat. Alagsori kulcs. Önünk van. Na. Húzni kell ezt is. Ah, és akkor itt is le tudunk menni az alagsorba. Hát, menjünk. Én nem vagyok boldog tőle. Ó, ráadásul felújítás alatt van. Hát ez itt micsoda? Érdekes. Mi? Nagyon érdekes ez a kompozíció itt, de menjünk tovább. Ó, oh, Culture Geeks, nagyon szépen köszönöm a raidet. Köszi szépen, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hello, hello. Éppen ilyen Halloween esti hülyéskedés van. A Visage nevű játékkal. Én nem akartam, de komolyan. A nézők kérték. Menjünk tovább. Ide lehet gyertyát tenni, ami nem tűnik egy hülye ötletnek. Oké, okay. Megtaláltuk a villanykapcsolót, ez mindenképp szuper. És erre lehet tenni tovább fölfele. Jó, hát ez az óra is megállt. És gyanúsan ugyanott állt meg. Jó, hát ezek ilyen üres szekrények. Jó, de amúgy mekkora ez az alagsor? Egész lakás, amiben lakok, nincs ekkora. Remekül néz ki ez a budi. Fú, basszus. Na jó, menjünk innen. Oké, ide is lehet gyertyát rakni. Próbálom megjegyezni ezeket a helyeket, de hát... nem egyszerű. Storage room.
De miért van kiírva, hogy storage room? Itt ráadásul nem is jó a villany. Remekül néznek ki ezek a szekrények. Tároló helység. Dinamikus tárgyak a tároló helységben jelennek meg, ha lemaradtál volna róluk. Tehát, hogyha valami dinamikus tárgyat nem vettem föl, akkor az ide kerül, ha jól értem. Ez még nem egy haszontalan dolog. Most hova tűnt az öngyújtóm? Kifogyott. Itt meg valami bebugolt. Nem történt semmi. Na, hát előfordul az ilyen. Picit a geometria megtréfálta itt a készítőket, na. De azt direkt rakták oda, biztos vagyok benne. Ez egy creepy kis baba ez. Édes Istenem. Itt van egy lámpa. És oda is le egy gyertyát tenni. Meg a nyári gumiszett. Hát itt azért a profilmélység már nem az igazi, csak mondanám. Tehát azért itt erre már azért figyelni kéne. Jó, hálózsák. Oké, hát igen, ez itt egy ilyen storage room. Oké. Na, itt is van egy ilyen polc rendszer. Ide is tudunk gyertyát hozni. De ott volt valami? Jól láttam. Gyerünk be ide. Oh, okay. Ide is kell az alaksori kulcs. Akkor ez ezek szerint visszavezet a házba? Nem. Ha, ez is egy ilyen raktárszerűség. Amúgy tényleg rohadt nagy ez a ház. Micsoda? Ez valami olaj? Hol van? Aha, hát, vagy valami sebb benzin, vagy nem tudom mi ez. Ez festék. Nézd, hogy nem hagyja abba.
Ez meg a, ez a garázs kulcs, akkor ez a garázsba vezet. Az a cucc, amit fel tudok majd gyújtani. Így van. Ezzel tudom majd felgyújtani az egész házat. Jó. Erre jöjjünk tovább. Ide is tudunk gyertyát tenni. Ó, és akkor körbe is értünk, itt lehetett lejönni. Oké. Elég a ruhás szekrényben őrizetlenül ott hagyni a gyertyát, hát igen. Vagy úgy akárhol, majd hogy nem. Na. Akkor körbejártuk az alagsort is. Talán. De lejöhetünk még egyszer. Na mondjuk erre lehet, hogy... El is voltunk. Voltunk? Igen, erről jöttünk be. Ja. Igen, csak erre jöttünk lefele. Itt azért még csak körbe kéne nézni. Ez nekem nagyon fura itt, hogy ez itt micsoda. De lehet, hogy csak én gondolom így. Na mindegy. De nem lehet semmit csinálni itt, ahogy látom. Nem, nem lehet. Hát a szigetelésnek sokszor az a lényeg, hogy ne legyen éghető, bár azért volt rá precedens, hogy a szigetelés miatt éget le egy rohadt nagy ház. Szerintem pont itt Londonban volt. Próbálok keresni még ilyen nyomokat, meg ilyesmit. Itt egy doboz. Sunny Electronics. New Jersey. Nem tudom mi ez. Valószínű semmi egyébként. Itt egy ilyen kosár, vagy láda. Poroltó. Ó. Oh. Van itt egy furcsa szimbólum, be van zárva. Nem tudok ezzel mit csinálni most. Nem. Oké, hát tartsuk észbe, hogy itt van valami, ami be van zárva. Hmm.
És a szekrények. Nem van itt semmi. Így most. Amit látnék. Oké, és itt van ez a csodálatos budi. Itt mi is volt? Így csak egy ilyen lépcső fölfele. Igen, és itt lyukadunk ki vissza a házba. Ott volt valaki. Itt valaki elment. Az ott kicsoda? Szevasz! Valamit mutatni akar. Az a baj, meg fogunk őrülni. Nem tudom, hogy lefele ment, vagy erre jött. Ott van. Hát, megyünk utána. Te ez az öngyújtó annyit segít, halottnak a csók. Vagy valami olyasmi. Találtál egy messzire érő horgot? Ki tudjuk nyitni a padlást? Szuper! Ez eddig is itt volt? Igen. Jó, akkor lehet, hogy ilyen collectible-öket lehet ide tenni. Nem tudom, majd kiderül, hogy haladunk előre. Akkor nézzük meg ezt a padlást. Én azt javaslom. Kicsit benézünk ide. Ha. De miért nem tudom használni? Oké, messze voltunk. Nagyon érdekes hangja van ennek a létrának. Lehet, hogy ez mindig így nyílik le, így nyög egy nagyot. Na, komolyodjunk meg. És nézzük meg, hogy mi van itt a padláson.
Az öngyújtó majdnem kifogyott, remek. Biztos vagyok benne, hogy most fog kifogyni. Itt egy vitrin. És itt a hintaszék. Kifogyott az öngyújtó. Hát ez mi? Hogy mi? Na várjátok, most hol vagyok? Ez egy másik szoba? Ez olyan, mint a hálószoba. Ja, mint az Ethan Carterben az a puzzle ház. Fontos tárgyak. Egy kazi. Meg van egy lejátszó. Tegyük már bele. His symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Te Dolores beteg. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Aha, tehát valami is számokat suttog. Ezt tegyük el. Itt lehet tárolni kazettákat. Ah, és itt vannak a számok. Hát... ez egy elég jó kapcsa egyébként. Még én sem tudom kiolvasni. Valami 50783 vagy 50773 valami ilyesmi. Itt is itt vannak a számok a falon. 50773 talán. Egy zenedoboz, ami zárva van. Itt van megint a tükör. Öt nulla, 373, azt mondod? Lehet. Hiányzik néhány darabja. Nincsenek rajta játékok, ez kétségtelen. Mindenhol ez a kép van. Ez zárva van. Baby monitor. Baby őr. Nem lehet bekapcsolni. Úgy
úgy tűnik, mintha valami hiányozna. A másik pár papucs, vagy mi? Itt van. Találtál egy papucsot? Basszus. Tegyük ide. Na, erre összetörtem a tűt. Oké, okay. Akkor ő most felvette a köntöst meg a papucsot, és remélem elhúzott innen. Na, srácok, ahogy ígértem, ez egy rövid stream lesz, úgyhogy itt most meg is állunk. Én nem azt mondom, hogy nem fogjuk folytatni, nem kizárt, hogy fogjuk folytatni, de nem most fogjuk folytatni. Mondom, amúgy tetszik a játék, tehát mókás mindenképpen. Bizonyos értelemben mókás. Szóval itt ma megállunk, mert ahogy mondtam, azért itt hétköznap van, tehát dolgozni kell, meg ilyesmi. Úgyhogy várjátok már, közben kilépek a játékból. Csak hogy nehogy meghalljunk, vagy ilyesmi. Szóval amúgy tetszik a játék mindenképpen. Majd folytatjuk, hogyha úgy idő lesz rá, most egy kicsit sűrű a program, így a streamekbe, de majd próbálok rá időt szakítani. Na, úgyhogy akkor most viszont rédelünk egyet, mindenképpen. És akkor, hát, hasonlóan, ahova mentek rédelni, oda, ott is hasonló tartalmakat találhatok. Köszönjetek! És akkor majd találkozunk. Hát nem tudom pontosan mikor, meg hogy, de majd mindenképpen szerintem holnap lesz stream. Na hát akkor én köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Érdekes dolgok történnek itt. Szóval köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. És találkozzunk holnap. Folytatjuk a Plague Tale Requiemet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozzunk holnap. Na, szevasztok!